A Tel Avivi Magyar Iskola június 17-én tartotta tanévzáró rendezvényét. A programot a tanárnő Freireich Ági szervezte. Freireich Ági vagyok, Izraelben élek, 20 éve, és ez a második tanév, amit befejeztünk a Tel Aviv Magyar Iskolával, illetve 7 évvel ezelőtt én indítottam Izraelbe egy magyar óvodát, annak voltam a vezetője 3 éven keresztül. Ma tartottuk itt ünnepélyes keretek között az évzáró ünnepségünket, szülők, gyerekekkel közös versenyeket és vetélkedőt szerveztünk, és mindenféle játékokat kipróbáltunk, illetve kézműves foglalkozásként egy sapkát készítettek és díszítettek a gyerekek. A fél év során a gyerekek különleges előadásokat is hallgathattak, kémiai kísérletekben és a néptáncban is kipróbálhatták magukat. 3 fellépésük is volt az idén, Télapó ünnepségen, a március 15-i ünnepségen és a nagykövetség által szervezett magyar napokon is felléptek. Jövőre azt tervezik, hogy a tananyag folytatásán túl közös kirándulást is szerveznek, valamint szavalóversenyt terveznek megvalósítani. Részt vett az iskola a nemzetközi külhoni magyar gyerekek számára meghirdetett tanulmányi versenyen, ahol az előkelő 4. helyezést érték el.